A Városi Könyvtár mesemondó vetélkedőinek résztvevőit ismerhetik meg hétről hétre. Kedves nézőink, ugyanis az ott elhangzott mesékből állítjuk össze az Esti Mese című sorozatunkat. Ma este a legkisebbek számára Varga Zádor, a Bán Zsigmond Református Általános Iskola kisdiákja mond mesét. A mese címe: Eb, aki a kanalát meg nem eszi. Valamikor régen élt Mátyás király. A hírek szerint a régi öregek úgy ismerték, hogy ő szeretett meggyőződni arról, ki hogy él. Felöltözött vándor, nagy parasztruhába, és dolgozott a parasztok között, vagy pedig elkóborolt, mint egy vándor. Egy alkalommal kikerült egy pusztára, ott csak egy juhászlakás volt. Megköszönöm, téli időtáj volt, a juhász megvendégelte emberi módon. Útravalót is adott neki. Persze nem ismerte fel, hogy ki az. Mátyás király leírta a nevét, majd hazament. Volt a juhásznak egy kedves kutyusa. Gurulj volt a neve, de Gurulj olyan okos volt, hogy a juhász lábától nem maradt el. Mátyás király küldött a juhásznak egy levelet. Abban megírta a pontos időt, hogy mikor és melyik nap jelentkezzen ő nála a Gurulj kutyával. Azt nem írta, hogy hogyan, se hogy minek. Hát a juhász ugye erre az időre felöltözött, fogta a jufogó kapóját, és elindult a Gurulj kutyával Budára. Mikor a város kapuhoz ért, ott volt egy hajdú. Vagy őr, vagy rendőr. Álljon meg, bácsikám, hová akar menni? Hát a felséges királyhoz. Most még a kutyával? Kérem szépen, avval, tessék itt a papír, meg vagyunk hívva. Nézi a hajdó a papír. Na, bácsikám, maga nagy utalmat kapni, de engedem, nekem is ad abból a nagy ajándékból. Jól van, felütt magának adom. Tovább ment. Mikor odaért a palota kapujához, ott volt egy másik hajdú. Álljon meg, bácsikám, hova akar menni? Hát a felséges királyhoz. Úsz még a kutyával? Kérem szépen, avval, tessék itt a papír, meg vagyunk hívva. Nézi a hajdó a papírt, de a másik hajdó már gondolt valamit, mert a királynál már volt valami nagy összejövetel. Össze voltak hívva a nagy fejes urak. Azt már Mátyás király rendezte, hogy az emberek előtt megajándékozza, de még meg is tréfálja a juhász. Hát a juhász ugye erre az időre felöltözött, fogta a jufogó kampóját, és elindult a Gurulj kutyával Budára. Hát a juhász ugye erre az időre felöltözött, fogta a jufogó kampóját, és elindult a Gurulj kutyával Budára. Mikor odaért a palota kapujához, ott volt egy másik hajdú. Álljon meg, bácsikám, hova akar menni? Hát a felséges királyhoz, osz még a kutyával? Kérem szépen, avval, tessék itt a papír, meg vagyunk hívva, nézi a hajdó a papír. De a másik hajdú már gondolt valamit, mert a királynál már volt valami nagy összejövetel, össze voltak hívva a nagy fejes urak. Azt már Mátyás király rendezte, hogy az emberek előtt megajándékozza, de még meg is tréfálja a juhászt. No, bácsikám, maga nagy utalmat fog kapni, beengedem, ha nekem is számít belőle valamit. Jól van, fel itt magának adom. Tovább ment. Mikor odaért a kapuhoz, elgondolkozott, egyik felét az egyik hajdúnak, másikat a másiknak, neki nem maradt semmi. Bement. Hát az urak már várták az asztal körül, a felszolgálónak meg volt parancsolva, hogy minden úgy elé a felszolgálás, tányér, kanál, villa, kés, de a juhásznak kanalat ne tegyen le. Hozták a levest ugye, szednek sorban, persze a felséges király atya kezdi, megfogja a kanalát. Kedves tisztelt uraim! Eb, aki a levesét meg nem eszi. Mindenki nyúl a kanálért, de a juhásznak nem volt kanala. Hát, ahogy egy paraszt embernél előfordul, kijön az ebéd, kanál nincs. Leszelte így az ember a kenyér szélét, az ilyet bülének nevezzük. Szépen kikanyarintotta a belsőjét, a haja jó kemény haj, meg lehet vele enni a leves egész nyugodtan. És egy szó nélkül kikanalazta a kenyér héjával a levest. Mind néztek, még a felséges királya is nézett, hogy milyen feltalálást.
Felséges királyatyám, azt mondta, ebaki a levesét meg nem eszi. Én ehhez most azt fűzöm hozzá, ebaki a kanalát meg nem eszi. És beharapta a jó puha elázott kenyérhajat. Vége lett a ceremóniának, most akkor jön a díjkiosztás. Szóval most már mit kér a juhász? Felséges királyatyám, 50 botot. Juhász, nem azért hívattalak itt, hogy 50 botot adjak neked? Meg akartalak viccelni, de te vicceltél meg engem. Mondd meg, hogy mit kívánsz. Felséges királyatyám, 50 botot. Már gondolta a király, hogy megint valami viccről lehet szó? Akkor most mondd meg, mire kell neked az az 50 bot? Azért felséges királyatyám, mert ahogy jöttem befelé, az egyik hajdú megállítottat csak úgy engedni, az ajándékból neki is adok valamit. Neki ígértem az egyik felé. Mikor a paluta kapujához értem, ott volt egy másik hajdú, és azt mondta, hogy csak úgy enged be, az ajándékból neki is adok valamit. Hát az egyik 25 bot ezé legyen, másik 25 bot azé. Így lett vége a juhász.